Megrendeltem a weblap átalakítást, megrendeltem a kereső optimalizációt, sőt a Google kampányt is. Értem, hogy várni kell, de mikor lesz eredmény? Még akkor is ott mozog, és nyugtathatatlanul ott mozgat mindent, hogyha ezt ki nem mondják nekem. Tényleg. Ez szerintem nem is egy, hanem két kérdés. Mikor lesz eredmény általában az értékesítésben? És mitől függ az elégedettségünk? Milyen eredmény tehet elégedetté? Na, ezt gondolatot körbejártam egy kicsikét, mert szerintem jó, ha ugyanabban az irányba nézünk. Ahhoz, hogy elégedettek legyünk, ezek a faktorok biztosan közrejátszanak. Honnan indultunk? Először le kell menni a mélyére, búvárkodni az adatokban. A korábbi befektetéssel mennyi hasznot kaptunk? Mindegy, hogy elégedett vagy elégedetlen vele, a lényeg az, hogy van egy kiinduló adatunk. Hová tartunk? Ezzel a befektetéssel mennyi hasznot érhetünk el? Ehhez is adatokat kell valamilyen módon kibányászni. Igen. És az elvárásokhoz is. Hogy az a lufi kéne duradjon egy buborékként, el ne pattanjon. Hát milyen elvárások vannak? Hát ezekhez is nem adatok kellenek. Valamihez kell viszonyítanunk. És hol a plafon? Az eredmény és a költségoptimalizálásban. Számomra ez még fontosabb, mert nekem az elégedettség azt jelenti, hogy optimális befektetéssel optimális eredményt érek el. De hogy hajtok én a maximumra? Ha túlhajtom magamat, lehet, hogy több eladásom lesz, de a bevétel, amikor a könyvelőnél összesítünk, egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagy lesz, mint amit elvártam ennyi munkával. Lehet, hogy a kevesebbel az optimálissal sokkal kényelmesebben jobb bevételi arányokat tudunk csinálni. Ugyanez vonatkozik az alulvállalt felhajtásra. Van, aki nem mer, vagy nem akar, vagy lassabban lép, mindegy, ha nem optimális időben, nem az optimális befektetéssel csinálja, biztos, hogy csalódott lesz. Vagy ezért, vagy azért. Hát nekem az elégedettség, ezért szintén optimalizálás. Mekkora eredmény lesz? Ezt is optimalizálom. Igen, szeretném mind a 10 bábút eltalálni, de csak akkor, hogyha nekem az előnyös. És hogyha az adottságaim is megvannak hozzá. Rengeteg dolog befolyásolja. Például milyen a természetes keresés. Ugye a kulcsszavakat nem kell senkinek se bemutatni. De vajon miért nem elég csupán erre számítani? Nagyon megváltozott a kereső optimalizálás, a keresés, és sok minden egyéb, főleg 2013. szeptemberre óta. A keresés ma már nem ugyanaz, mint ami előzőleg volt. Új korszakot nyitottak, a Google csak ez szerint értékel. Mi a lényeg? Nem a kulcsszavak. A kulcsszavak olyan, mint a kötelező biztosítás az autón. Hanem az, hogy ha már ott van a weblapunk, mit beszélnek az ajánlatunkról, hogyan értékelik, konvertálnak. Tehát az emberi aktivitás, ez határozza meg az összefüggések és az kínált ajánlat vonzó ereje. Ez a lényeg. A kulcsszavak csak a kötelező minimum. És ugye az elvárt eredményből csak akkor lesz valami, ha ilyen jó alapállással, jó elvárásokat támasztunk. Ehhez azonban tudni kell, egy csomó dolgot beszélni kellene róla, például mennyit tud a konverzióról, amit az előbb említettem. Vagy arról, hogy hogyan készül egy mai üzleti honlap. Mennyi idő egy üzleti honlap felfuttatása. Ezek nem titkok. A szakma ezt természetesen megosztja. Mennyi munka az üzlet kommunikációja a honlappal? Minimum hány honlap Google kampányt kell folytatnia a vevőkért? És hány megszólítás után vásárol a legtöbb vevő? Tud ezekről? Beszéljünk róluk feltétlenül, ha az elégedettséget el akarjuk érni. Ugyanígy biztos, hogy a weblapot csak egyszer kell jól megcsinálni. Vannak ilyen közszájon forgó, beragadt téveszmék. Aztán tudjak azt, hogy mi a baj éppen az online üzlettel? Az adott helyzetben, az adott területen? És biztos, hogy ugyanazok a mechanizmusok működtetik az új gazdaságot is, amiket már jól ismer. Hát ez egy aknaveszélyes terület, higgyel, hogy
Nagyokat lehet rajta bukni, és ha csak egyre is hiányzik, vagy hibás a válasz, komolyan számíthat rá, hogy ott fogja elbukni az online üzletet. Igen. Pontosan végzett munkafolyamatok, folyamatos értékelés és folyamatos optimalizálás. Ajaj, itt valami nagyon el van dologva. Pedig tudja, mi ez? A bowling pályán az optimális golyó irány. Ma már ezt is nagyon pontosan modellezték. Aki profin tekézik, bowlingozik, az, ha nem is tudja ezeket a jeleket, de érti és érzi, hogy milyen az optimális ív, ahogy el lehet találni mind a 10 vábút. Na, ezt kell nekünk is megtalálni, és ehhez ez a 3 folyamatos feladat ott van nap, mint nap előttünk, a közösségi térben ráadásul, ahol egyre nehezebb a kockát jól összerakni. De nem lehetetlen. Még akkor is, ha nem erre számított. Mindenki a személyisége az előző tapasztalatai alapján dönti el, hogy most csalódott, lebénítja, meglepődik, vagy éppen ingerülté teszi mindez, amit most hall, hárít. De ugye észreveszi, hogy ez valójában az emberi személyiségbe rejlik, hogy ki hogy reagál a nehéz dolgokra, az új dolgokra, a problémákra. És a vevőink is ilyenek. Minden esetre hogyan kaphatunk jó eredményt? Adatokból, megfelelő felkészültséggel, és jól megalapozott elvárásokkal. És sokszor a kevesebb a több. Ha mindezt megtesszük, akkor elégedettek lehetünk magunkkal. És általában akkor lesz eredmény az értékesítésben is. Mikor? Még 2 tényező. A vevőt nem lehet sürgetni. És a versenytársaktól meg nem lehet elvárni, hogy gyengébben játszanak. Ugye? Segítettem válaszolni, hogy mikor lesz eredmény? Mit gondol mindenről? Szeretném, ha megosztanál velem. Keressen, vagy hívjon Skype-on.